Star Wars kötetekért látogassatok el a szukis.hu-ra. Link a leírásban. A klónok támadása óta tudjuk, hogy a köztársaság 1000 éve békében él, és ez idő alatt a szitek is háttérben tevékenykednek. Ezokból kifolyólag a köztársaság fénykora bejelentésekor felmerült a kérdés, hogy vajon mi jelenti majd a konfliktus forrást, és kik, vagy mik lesznek a korszak antagonistái. Habár a Nihilről már az első történetek megjelenése előtt is kaptunk infókat, a Light of the Jedi után világos a teljes szervezeti felépítésük, illetve az is, hogy pontosan mit akarnak elérni. Így a mai videóban igyekszem összefoglalni a regény alapján, hogy pontosan mit érdemes tudni róluk. Figyelem, a videó erős spoilereket tartalmaz a regényre nézve, így ha nem szeretnétek tisztában lenni a kulcseseményekkel, akkor csak azután nézzétek meg ezt a videót, miután elolvastátok a könyvet. Már korábbi videóimban is említettem, hogy a Nihil egy külső peremvidéken tevékenykedő anarchista csoport, akiknek a fő filozófiájuk a teljes, mindenféle törvényi korlát nélküli szabadság elérése. Különböző fosztogató akciókat hajtanak végre felség területükön, a zsákmányt pedig aszerint osztják szét egymás között, hogy ki mekkora szerepet vállalt annak megszerzésében. Mindannyian maszkot viselnek, ami azon túl, hogy megfélemlíti ellenfeleiket, különböző szűrőberendezéseket is tartalmaz, melyre az általuk gyakran alkalmazott mérges gázok miatt van szükség. Csoportjukat 3 nagy részre lehet bontani, ezeket tempesteknek nevezik, és egymástól helyjel közel függetlenül működnek. A tempestek vezetője egy Kassav Miliko nevű Weakway férfi, egy Lorna D nevű tvileknő, és egy Pan Eita nevű Dovutin. A tempesteken belül is fennáll egy hierarchia, a legkisebb szinten állnak a csapások, tőlük feljebb a felhők, fölöttük pedig a viharok, akik már a Tempest vezető közvetlen alárendeltjei. A 3 Tempest vezető mellett a negyedik legfontosabb személy a Nihilben nem más, mint a Nihil szemetisztséget betöltő Marcion Rowe. Mint megtudhatjuk, ez nem a valódi neve, csak egy felvett név, melyet akkor kapott, mikor apjával elmenekültek az előző lakhelyükről. Ennek a jövőben biztos lesz még jelentősége, a Marcion múltja egyenlőre ködbe burkolózik. Neki, illetve apjának, az előző Nihil személynek, Asghar Rowe-nak köszönheti a Nihil azt a technológiát, aminek következtében többek lehetnek, mint egy egyszerű fosztogató csoport. Ez nem más, mint az úgynevezett ösvények rendszere, mely a hiperűr egy különleges, egyedülálló módon történő felhasználása. A hiperhajtóműhöz egy külön gépezet, az ösvénygenerátor van hozzá kötve, amivel képesek különböző hiperútvonalak között cikázni, és olyan útvonalakat is felhasználhatnak, ami normál esetben nem lenne lehetséges, még mikroúrásokat is képesek végrehajtani, akár rendszeren belül is. A központjuk a Nihil nagy terme egy olyan helyen található, melyet No Space-nek neveznek, és ez is csak ezekkel az ösvényekkel érhető el. Egy veszélye azonban mégis van a dolognak, mégpedig az, hogy az ilyen módon történő közlekedésben megvan annak a lehetősége, hogy más, normál hiperűrben közlekedő hajókkal is összetalálkozzanak. Pontosan ez az, ami a nagy tragédiát okozza, amikor a Legacy Run nevű utasokkal teli, hatalmas teherszállító összetalálkozik a hiperűrben egy Nihil járőrrel, és amikor ki akarja azt manőverezni, a hajó szétszakad, a darabjai pedig a külső peremvidék bármely pontján felbukkanhatnak, és közel fénysebességgel száguldva csapódhatnak bele akár lakott bolygókba is, ami hatalmas pusztítást okozna. Ez eredményezi a Hetszáli, majd később más egyéb katasztrófákat is. A Tempest vezetők ezt egy szerencsétlen véletlennek tudják be, és alapjáraton számukra egy meglehetősen előnytelen helyzet volt, hiszen a köztársaság, és ami még fontosabb, a Jedi rend is megjelent a külső peremvidéken ennek következtében, az ő felségterületükön, ezzel akadályozva a munkájukat. Ezokból kifolyólag Marcion azt javasolta, egy darabig húzzák meg magukat, azonban a Tempest vezetők nem bírtak magukkal, és különböző akciók javaslatával zaklatták a Nihil szemét, hogy az a rendelkezésükre bocsássa az ezekhez szükséges ösvényeket. Marcion végül Lorna D számára engedélyezett is egy bevetést, aminek a lényege egy Elfronán élő gazdag klánba tartozó család elrablása, hogy váltságdíjat követeljenek értük. Kassave közben egy magánakcióba kezdett, az ösvénygenerátorok segítségével ugyanis ki tudta számolni előre, hogy a Legacy Run következő darabja hol fog felbukkanni, és ez Eriádúra ment, hogy az információért cserébe pénzt zsaroljon ki a helyi vezetéstől. A terve azonban kudarcot vallott, és a felbukkanó roncsot nem sikerült megsemmisítenie, ami az Eriádú rendszer egyik lakott holdjába csapódott, és 1,5 milliárd lakos vesztette ennek következtében életét. A köztársaság eközben több ezer navigációs droid összekapcsolásával készített egy olyan szerkezetet, melynek segítségével lemodellezhették a katasztrófát, és megjósolhatták, a többi darab hol fog felbukkanni. Erre azért is szükség volt, mert ha megtalálják a Legacy Run
fekete dobozát, akkor azt is megtudhatták, pontosan mi okozta a tragédiát, közvetlenül a Nihilhez kapcsolva azt. Marchion ekkor olyat tett, amit Nihil szeme korábban még soha, és a kezébe vette a dolgok irányítását a Tempest vezetőktől. Lornadit elküldte az Elfrónára, hogy segítse ki az emberrablást végző csapatát, akik időközben harcba keveredtek a Jedikkel, Kasztavot pedig a Kurnabolához küldte, ahol a Legacy-ren fekete dobozát tartalmazó darab fog felbukkanni, hogy megakadályozza, hogy a köztársaság megszerezhesse azt. Lornadik küldetése látszólag sikertelen volt, mert csak a családapát sikerült elrabolni, viszont vele együtt sikeresen elfogták Loden Greystorm Jedi mestert is. A Kurnabulánál Kassav Tempestje akadályba ütközött, ugyanis a köztársasági védelmi koalíció egy teljes hadosztálya várta őket, valamint az Eriádu hadserege is becsatlakozott, hogy bosszút álljanak a holdjuk pusztulásáért. Kassav kapcsolatba lépett Marchionnal, hogy az a rendelkezésére bocsásson egy ösvényt, amik keresztül menekülni tudnának, ám a Nihil személynek más tervei voltak. Átvette az irányítást Kassav összes hajója fölött, és arra használta az ösvénygenerátorokat, hogy ide-oda cikázva a rendszeren belül kamikáze akciókat hajtson végre a köztársaságiak ellen. Kassav hajójára időközben átszálltak az Eriáduiak, és az egész legénységet megölték a Tempest vezetővel együtt, ezáltal az ütközetben Kassav teljes Tempestje odaveszett. Mint kiderül, Marchion szándékosan áldozta fel Kassavot, mert gyengének tartotta, és nem volt már szükség rá Nihilben, ezáltal pedig mivel a másik két Tempestről a köztársaságnak nem volt tudomása, azt gondolhatták, a Nihil egészét megsemmisítették. Az is kiderül, hogy az Elfronáról valójában nem is a családfő kellett, hanem egy Jedi, és azért engedélyezte Lornadének a küldetést, mert tudta, az Elfronán található egy Jedi bázis. Így hát a köztársaság egyelőre leszállt róluk, Kassav Tempestje, ami a leggyengébb volt, többé nem gyengíti őket, és a fogságába került Loden Greystorm, akivel valamilyen terve van, ez azonban a regényből még nem derül ki, hogy egészen pontosan micsoda. Magát a Legacy-rán katasztrófát is ő idézte elő, mert tudta, ha a köztársaság tekintete rájuk szegeződik, akkor megvalósíthatja majd a hatalomátvételi tervét, így szándékosan küldött egy hajót arra az ösvényre, mely tudta, hogy keresztezni fogja a Legacy-rán útvonalát. Ezután ténylegesen átveszi a teljes Nihil felett az uralmat, és bejelenti, arra készül, felségterületeket a külső peremvidékről kiterjesszék, végérvényesen az egész galaxisra, az ösvények felhasználásával. Így hát összegezve, a Light of the Jedi végére a három Tempestből csak kettő maradt, Marchion pedig átvette a vezetést a teljes szervezet felett, hogy hatáskörüket a lehető legszélesebb körben kiterjessze, ehhez pedig valamilyen formában szüksége van egy Jedire is, amit meg is szerzett magának Lorna D küldetése révén. Jelenleg összesen ez minden releváns információ, amit a Nihilről tudunk, nagyon kíváncsian várom, hogy a történet hogyan fog folytatódni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a Porkacserekhez az Instán, a Facebookon vagy Discordon, ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is, és sziasztok, az erő legyen veletek!